másik oldalon egyrészt főtáblára inyúló angyalkákat láthatunk. Az idei múzeumok éjszakája is az elmúlt évekhez hasonlóan indult. Székely Zoltán, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatója, az Apátúrház barokk dísztermét mutatta be az érdeklődőknek. A helyszínen egyébként a hungarikumoké volt a főszerep. A múzeumok éjszakája egyik stabil programpontja az Apátúrház pompás barokk ebédlőjének bemutatása, hisz a Schaller István festette freskó együttes a győri barokk, és nem csak a győri barokk, hanem a magyar barokk művészet egyik gyöngyszeme. Ennek a titkait fejtettük fel az előadásban, és próbáltuk beavatni a hallgatóságot, hogy az egyes jelenetek mit is ábrázolnak, miről is szólnak, és egyáltalán miért készült ez a freskó együttes. Milyen szép lesz itt lakni! Régi időket idéző diafilm vetítés az Apátúrház egyik termében. A Hungarikumok háza tematikájú program során klasszikus magyar népmeséket vetítettek a látogatóknak. Ez pedig már az Apátúrház előtti terület. Sokan voltak kíváncsiak a Magyar Tüzér Egyesület jóvoltából kiállított hadászati eszközökre. Tüzelőállás, távcső, lőszerminták, légvédelmi sziréna és egy 85 mm-es közepes légvédelmi ágyú is megtekinthető volt. Múzeumok éjszakája programjainak összeállításakor az egyik sarokpontunk, vagy ha úgy tetszik oszlopunk, az éppen aktuális időszaki kiállítás. Ez pedig most a 24-szer a pokolban című kiállítás, amely Győr 80 évvel ezelőtti angolszász bombázásának állít emléket. Úgyhogy a programok egy része ehhez kapcsolódik, nem csak tárlatvezetésen, nem csak fegyverbemutatón vehetnek részt az érdeklődők, hanem ennek keretében egy légvédelmi löveget is elhoztunk az Apátúrház elé a Széchenyi térre, amely az est folyamán háromszor fog elsülni, mint egy jelezve vagy megidézve az 1944-es esztendő. Ugye két évvel ezelőtt a győri gyártású Skoda hegyi ágyúval tartottunk bemutatót, idén is megkeresett a múzeum, hogy mi lenne, hogy haza eljönnénk, és mondtam, hogy szerintem itt most sokkal aktuálisabb, ugye 80 évvel ezelőtt voltak Győr bombázásai, tehát ugye, ha jól tudom, 8 alkalommal áprilistól novemberig, aminek ugye rengeteg áldozata, és katona hősei is vannak, nem csak hősi halottak, hanem akik sikeresen tudtak tevékenykedni, és az ő emlékükre itt ma este három díszlövéssel tisztelgünk, és az itt látható légvédelmi ágyú, egy korabeli, 1943-ban ebből 90 darab állt hadrendbe a Magyar Királyi Honvédségnél, vagy a Magyar Királyi Honvéd Légvédelmi Tüzérségnél, és ezt az ágyút üzemeltetjük, és itt ezt a győriek már ismerik, mert a laktanyában, a tüzéravatásokon rendszeresen ezzel lőjük ott is a díszlövéseket. Ez pedig már az Eszterházi palota. Cserhalmi Zoltán tart kurátori tárlatvezetést a 24-szer a pokolban című időszaki kiállításban. Ahogy az elhangzott, a múzeumok éjszakája programjai az intézmény jelenlegi időszaki tárlata köré épülnek. Székely Zoltán szerint a nyitott kapuk esemény sorozat során rendszerint közelebb kerülnek a győriek és a Győr környékén élők a Rómer Múzeumhoz. Talán ez a kicsit kötetlenebb megközelítés, amely a múzeumok éjszakáját jellemzi, ez közelebb hozza a látogatókat, Győr polgárait a múzeumhoz, és ez remélhetőleg a későbbiek során is kamatozódik. Természetesen rengeteget dolgoztunk rajta, kollégáim az elmúlt hetekben erejüket megfeszítve készítették elő a programokat, és azt hiszem, hogy minden nagyon jól megy, tehát jó munkát végeztek. Sportos vonulat a labdarúgó EB jegyében, zenés produkciók, hungarikumok, tűzugrás és még rengeteg izgalmas attrakció kápráztatta el a kultúra iránt érdeklődőket ezen a nyári szombatestén. Az igazgató kiemelte, reméli, hogy az idei múzeumok éjszakája ismét látogatói rekordot döntött, hiszen minden évben több ezren kíváncsiak a színes és érdekes programokra.